Az első szabadkai félmaraton megrendezése a nemrégiben alakult Horizon Sport Egyesület tagjainak ötlete volt. Krisztifor Bogdanics, az egyesület elnöke elmondta, több távon is futhatnak majd a résztvevők. Startna i finish zona našeg polumaratona biće na platou između zgrade Narodnog pozorišta i gradske kuće. Biće organizovane trke na 21 km, to je polumaraton, i trka 5 km. I na kraju ćemo baciti trke na 100 i na 300 metara za klince i princeze. Szívesen vette a felkérést, hogy vegyen részt a kezdeményezésben Pásztor Bálint, a VMS köztársasági parlamenti képviselője. Maga is néhány éve aktívan fut. Olyan szecessziós örökséggel rendelkezik Szabadka, amit vétek nem megmutatni a Szerbiából és környező országokból érkező futóknak. Itt a Városháza, itt van, vagy itt lesz a Népszínház kész épülete, hamarosan a zsinagóga, a Rájhol palota, a Sugárút, a Kiserdő. Azt hiszem, hogy ezek olyan helyek és az épített örökségnek olyan részei, amelyeket meg kell mutatni a futóknak, és azt hiszem, hogy hatalmas élmény lesz Szabadka utcáin futni. Bogdán Labán polgármester örömmel fogadta a kezdeményezést, azt, hogy így módon is népszerűsítsék a várost. Cíl organizálni prvog subotičkog polumaratona je promocija kako Subotice, tako i zdravog načina života, posebno među mlađima, posticanje rekreativnog sporta i razvoja, kako i sam Žika rekao, turističkog potencijala Subotice. Az első félmaraton rajtja egész pontosan innen indul a Városháza és a Népszínház közötti térről. Halad majd a Jadrán felé, de elhalad olyan szép szecessziós épületek előtt is, mint amilyen a Rájhol palota vagy a Szabadkai zsinagóga.